kapunk a Szentmise végén, és azt is, hogy menjünk békével. Az a küldetésünk, hogy két lábon járó evangélimus könyvé váljunk. Legyél az Isten kapcsolatodba, és úgy legyél a többiekkel, és úgy legyél a világba. Hogy hová érünk a utolsó áldással a Szentmisében, az elejére érünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. De átmentünk egy nagy tisztuláson, egy nagy találkozás után vagyunk, és most ugyancsak az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, aki a mi lelkünknek a lakója lett, küldetést kapunk. Mire? Olyan elcsépelt szó. Azért elcsépelt, mert nem a mélységében használjuk. A szeretetre. Az eukarisztiának akkor valósul meg az értelme és a lényege, hogyha átalakítja azokat, akik részt vesznek rajta, a szeretet és a szolgálat közösségévé. Elindulhatunk és kimehetünk a templom kapuján keresztül ugyanabba a világba, ahonnan érkeztünk. De más minőséggel megyünk minden egyes alkalommal. Magunkba fogadtuk Jézust, és az ő jelenlétével indulunk el. Amikor megkapjuk a küldetést, arra is kapunk egy megbízatást, hogy végső soron az egész élet eukarisztikussá váljék. Ferenc pápa ezt így fogalmazta meg, hogy az élet olyan mértékben növekszik és érlelődik, amilyen mértékben oda ajándékozzuk azt másokért. És végső soron ez a misszió. Tehát ez a mi küldetésünk, hogy ajándékok legyünk egymás számára. Sokszor mi hívek, úgy szeretnék még egy kicsit úgy időzni a szent áldozás után, hogy úgy időt adni annak, hogy Jézus hozzánk érkezett, és olyan gyorsan kell ahhoz képest sok esetben úgy indulni. Ez kifejezi azt a dinamikát, amit maga a Szentmise felkínál számunkra. Isten velünk van, köztünk van, táplált minket, hozzánk érkezett, és tulajdonképpen mindenünk megvan ahhoz, hogy elinduljunk. A Szentmise véget ért, menjetek békével, valamikor még akár hozzáteszük azt is, hogy küldetésetek van, íte missza est. Benne van egy kicsit az a szó is, hogy misszió, bár eredetileg inkább arra vonatkozott, amikor a római szenátorok befejezték az ülést, íte missza est, így zárták le, hogy az a döntés, amit hoztunk, az visszavonhatatlan, és az mindenkire vonatkozó, ezért hirdetni is kell mindenkinek. Úgy fogta fel a római keresztény, hogy ami a misébe tartozik, az az egyetemes emberiség ügye. Tehát valami mindenkit áttelelő döntést hoztak felőlünk, és azt visszük ki. Tehát az a küldetésünk, amit ott megbeszéltünk, amit nekünk Krisztus mondott, és amiben részesített. Az, ami a misén történik, az nem a katolikusok belső ügye. Az egyház nem szűnik meg fölajánlani Krisztus egyetlen áldozatát a világ üdvösségért. Tehát, hogy Jézus társul, jegyesként maga mellé veszi mennyasszonyát, az egyházat, hogy az emberek üdvözítésének nagy művét végrehajtsa. Amikor elhangzik, hogy íte missza est, a Szentmise véget ért, küldetésetek van, hirdessétek az evangéliumot, menjetek békével, az nem azt jelenti, hogy most akkor maradjatok nyugton, most már minden megtörtént, hanem hogy az, ami itt megtörtént, most a két mise között a ti életetekben is meg kell, hogy történjen, tehát a mi életünk is mise legyen a két mise között. Vagyis Istennek odaadott jó illatú
ajándék, amely örömet hoz a világnak, amely békességet hoz a világnak. Menjetek békében. Az eukarisztia szó jelentése ez nem más, mint hálaadás. A szentmisét más nyelveken eukarisztiának hívják, a görög megfelelő alapján. Eukarisztia, hálaadás. És amikor azt mondjuk a szentmise végén, hogy Istennek legyen hála, akkor arra is gondolhatunk, hogy Istennek legyen hála, hogy mindent megkaptunk tőle, ami az életutunkon, a hétköznapjainkban tápláló számunkra, és mindent megkaptunk tőle ahhoz is, hogy azt a jót, amit megtapasztaltunk, azt másoknak szétosszuk. A szentmise az a csúcsa és forrása a keresztény életünknek, de az evangelizációnak is. És az a küldetésünk, hogy két lábon járó evangélimus könyvé váljunk, mert mi vagyunk az egyetlen Biblia, amelyet a nyilvánosság még olvas. Tehát ez folytatódik a mise után, hogy megpróbáljuk a Biblia alapjait, mint ahogy Szent Pál mondja, hogy ti Isten levele vagytok, már nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, tovább bírni, hogy azt elolvashassa minden ember, aki velünk találkozik. Hogyha megáldok valakit, akkor én azt akarom, hogy legyél az Isten kapcsolatodba, és úgy legyél a többiekkel, és úgy legyél a világba. A papi áldás Krisztus főpapnak az áldását közvetíti. Ugye Lukács szerint kiment velük az olajfák hegyére, és felemeltek, ezért is megáldotta őket. Tehát ez az egész világnak a fölemelése az isteni szeretetbe. És most ez gyakorlatilag, ez a küldetésetek, hogy mivel bennetek föl van emelve a világ az isteni színvonalra, emeljétek fel gyakorlatilag is a szeretetetek által.